No hát a mezőny egyetlen portugál és egyetlen lett játékos egymás ellen. José de Sousa, a mosolygós portugál fia második helyen kiemelve, neki ez az első meccse a tornán. Madár Strazma pedig tegnap némi meglepetése megverte a belga Kim Huybrechtset. Egy neked is meglepetés is volt egyébként? Őszinte legyek, kicsit a szívemvel hallgattam, és nekem egyáltalán nem volt meglepetés. Igen? De Kim Huybrechts tényleg nagyon jól tud játszani, most tegnap nem annyira ment neki. Pont rosszkor jött a mélypont, Razma viszont ki tudta használni, neki pont akkor jöttek a jó dobások, és szépen elhozta azt a mérkőzést. No, hát akkor meddig juthat szerinted Razma? Mi volt eddig a legjobb eredménye egyáltalán ezen a tornán? Azt hiszem, az is megvan valahol. Majd hát, azt nézd már meg, légy szíves, illetve az, hogy hogyan állnak egymás ellen. Egymás ellen úgy állnak, hogy egyszer játszottak 2020-ban egy Players Championship fordulón, ahol José de Sousa 6-5-re tudott győzni Madár Strazma ellen. Ugye mutatja, hogy a lett úriember igen nagy küzdő. Madár Strazmának itt Münchenben 2018-ból van egy elsőkörös búcsúja, valamint az idei European Tour sorozatban az első fordulón vett részt az International Darts Open-en Riezában, ahol a második körig jutott, odáig most is eljutott. Na, most figyelj, Razmának van valami problémája, lehet, hogy bejött egy döngicsélő méhecske. Az itt előfordul, főleg azért, minden sárga. És... Ja, tényleg? Nézd oda! Igen. Hát vagy méhecske, vagy legyecske, vagy muslincácska. Meg jó meleg van ott. Vagy egy drónocska. Vagy egy drónocska, igen. Igen. Az új kamera megoldásokat próbálgatják közben, és azt nézik, hogy zavarja ez a játékos. Lehet. Szólok nagyon. Nem foglalkozik, de Sousa az egész előteszi a dolgát. Ugye ő kezdte a mérkőzést, ez némi helyzeti előny. És ők ugye az alsó ágon vannak, tehát aki itt győz, az majd Keegan Brown-nal fut össze holnap. Aki megverte a mai első meccsen Callum Reed-et 6-3-ra. Én nem mertem bemondani innen, hogy 140. Hát Noble annyi... valamivel közelebb áll hozzá, igen, mint igen. Mi. Meg lehet, hogy jobb szögből látta. Ajaj, ez csak 37-es, 3 nyillal. Itt sincs tripla. Viszonylag lassan kezdik ezt a mérkőzést. Most már azért jött egy tripla. Illetve nincsen német, nincsen holland, nincsen angol, ezért a közönség szerintem... Elment sörér. Így van, vagy most köszörüli a torkát következő mérkőzésre. Igen, kicsit csendesen csordogál a találkozó. Utánuk egyébként majd Joe Cullen. Jön egy hollanddal, Plaisierrel, aztán Luke Humphries ellenfele, Jeffrey de Zwaan lesz. Nagyon szép jön. 139-65-re Madár Strazma. Csak megérkezünk a legvégére. Nagyon jó. 18-as. Éppen csak alá. Nem, és ebben még ma is lehet. De 65, megoldható simán. Nagyon jó, dupla 22 nyíl. Mondjám a magáét közben, Razma. Ó, dupla 10, az nem volt egy jó kísérlet. Az viszont jó volt. 1-0. Azonnal hátsó pályáról meglepi ellenfelét Razma. Csak 40. Egy gyenge kezdés 40-nel.
140. Ez igen. Nem tudom, ő a helyi futóklub tagja? Lehet valószínű, ez? Igen. Hú, mekkora divat volt a 80-as években ez az izegős, vagy sziszegős. Susogosnak, nekem is volt, igen. Te. Emlékszem rá, amikor bejött. Ráadásul ugye 140. Magyarországon lehetett jó minőségű hamisítványokat kapni, amikor ti felszálltál a buszra, biztos, hogy ívet húztál. És mindig ilyen színekben volt akkor, igen. Is emlékszel? Igen, igen. 60. Na, egy német rajongó. Vagy Peter Wright. A német Peter Wright, igen. 100 pont. De szóval szépen lassan kezd magára találni. Peter Richtig, így németül. Na. 9 nyilast akarnak a nézők, szerinted? Igen. De szóval már dobott 9 nyilast, csak maradt 121. EB-n nekünk. Szépen, szépen kerekít. 32-re. Összehozza. Ezzel a pólóval Rázma elmehetne a lett, megcsinálja Szóza, a lett néptánc együttesbe is, egész szólistának. Jöttem. Egy-egy. Hát két legután 95,23. Pont ezt akartam mondani, hogy Szóza, hogy hozza, amit mindenki vár tőle, a magas tömeget. Igen, de Madár Szrazma ezzel a 70,36-tal bajban lenne egy női VB-n is. Igen, hát ugye? Igen. Hát igen, szerintem a 74-es átlagban. Hát azért mondom, nem lenne döntőben. Mérkőzését. Hát jó, hát javulni fog persze, 140. Gyorsan föl fogja ezt tornászni, 80 fölé. Reménykedjünk, hogy jó mérkőzést fogunk látni. 140. Szerintem ők Danny Begisnek fognak szurkolni. Tényleg. Na most ezt a leget jól húzza. Rázma. Plazma. Igen. Sajnos én szomorúan konstatáltam, hogy nem magyar származású Rázma, mert ugye kiderítettük valahol, itt a családfát visszanéztük. Ez a Madársz, ez nem magyar. Nem azt jelenti. Na, meg lesz a 180. 140, az is jó. Hátsó pályán. Nem rossz az. Főleg, hogyha az ellenfél nem dob triplát. Márpedig José de Sousa megteszi ezt a szívességet, hogy nem dob triplát. Egy Michael Smith rajongó, egy Bully Boy pólóban. Az jó. Nagyon jó. Dupla 18-ra, 2 nyíl. Szép. Nagyon szép. 11 nyílas mérkőzés. És leg, bocsánat. Igen, az eddigi legmagasabb kiszálló. És mindjárt fel is ugrott 86-ra, 87-re. Ezért mondtam, hogy igen, gyorsan látom. Fog ez változni. Persze, hát még az elején vagyunk a mérkőzésnek, úgyhogy. Bizony, 96, innen is, onnan is. Tegnap is elég sok szektorhibával operált Madár Szrazma. 43, megint csak 3 nyillal. Igen, 60. Igen, Szrazma egy kicsit húzza le magával de Szózát, és ugye ebben az is benne van, hogy megnyeri a meccset, és megtréfálja a portugált a végén, ahogy Heibrechtset. Igen, igazán nem tudom rájönni, hogy melyikőjük lassítja a másikat. Mert mindenketten annyira lassan játszanak.
Pedig ugye mivel nagyon hosszú volt az előző mérkőzés, és rövid volt a szünet utána, ugye rájuk hárulna a feladat, hogy gyorsan végezzenek, hát ez hogy ne csúszson a program nagyon. Egyikük sem a géppuska kezű, de... Az jó. Nagyon az benne jó, van, benne van, igen. Nehogy kiessen valamelyik onnan. Hát a második egy kicsit kiebb áll, de az első az biztos nem fog kiesni. Ó, 121. Ennél rosszabbat nem dobhatott volna a harmadikra. Az a helyzet, igazán nem értem, hogy miért kérdezte meg, mert olyan mindegy, hogy tripla 20 vagy tripla 5 abban a magasságban. Ja, értem. Dobni kellett volna a harmadikat is bele a tripla 20. Jó hallani, amikor azt mondja neki a speaker, megvan, mert mind a kettő ja, tripla 20. Csinálj csak, jó vagy! -84-nél vissza tripla 20-ra. Az is egy jó megoldás lett volna, igen. 48-36-ra érkezni. Nem jön be a 160. Hova viszi le? Csak 100-ra. Tehát Razmának van lehetősége a 3-1-hez. Egy nyíl maradt. Csak megérkeztünk dupla arra 18. dupla 18-ra, és a szereti Razma most viszont nem jött össze. Még szeretheti, mert azért a 100 is combos. Az két nyíl. Hát három. Így több. Nem jön a dupla-dupla. Ki is dob a harmadikkal. 40-et dob. Ennyi. Dupla 9, ez sok dárcosan kifogott, nem így indul neki, hanem egy tízessel. Dupla 2 marad. Szép. És az viszont megvan. Igen. 3-1. Ha nem is tekintélyes előny, de előny. És az átlaga még mindig jobb a portugálnak. A kiszállózás pedig mind a két oldalon 50%. Száznyolcvanas nincs még. Így szép, nyugodtan lassan csordogál a mérkőzés. Itt lesz egy, figyelj, itt lesz egy. 180! Na végre, megrázza magát. Mondogass csak, hogy nem volt még, és akkor... Nem tudja visszadobni őt, Razma. Nem tud találni, 140 az jött, igen. Igen. Egy tökéletes kör után egy tökéletlen. Ugye a harmada volt a 180-nak, szóval ilyet. Egy tök életlen. Nem volt rossz, mert a szektor biztos volt, csak... Igen. Na, hova dob 130-nál? Kiszámolja? Úgy látom, számol. 91. 110 marad. Dobás. 170, az is kiszálló, de a 110 egy kicsit könnyebb. Dupla 18. Ah. 56 mindössze, amit dobott, 54 marad. Big Fish. Nem lesz belőle. Le 19-re. -54-ről a portugál. Igen, és a dupla 20-ra 2. Na, még egyet. Nincsen meg. Így most ez nagyon kínos lehet. Ó, a maszk személyesen. Igen, egy másik maszk, mint amit megszokhattunk. -18-as, és a dupla 20, a 4-1-ért, neki sincs meg. Dupla 10, de Souza. 5. Nagyon belülre dobja. Igen. Az viszont ott van.
3-2, 4-1 helyett, pedig hát fölcsillant a remény Aletnek. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a mai De Souza 1-4-ről visszakapaszkodott volna. Hát még mindig megvan a lehetőség Razmának. 140. Visszadobja a 140-et. Lekupírozza, amit csinált Razma. Igen, ott maradt az Indigo. Ez 60. Azt nem mondta, hogy ő is 60-at dob majd. Dobott 60-at. Az, igen. Na. 121. De az jó. Ott egy Gerver rajongó. Vagy Gervem. Vagy maga, bárki fengerve, igen. De kopasz volt a fiú. Sarapova is megérkezett. Száz, ez egy százas. Jól jöhet még itt a végelszámolásnál. Igen, ez a leg most jó a portugál úriembertől. 9 nyíl után már kiszállom van. 59. Odár Szaszának viszont kellett volna egy tripla 20. A végére. Na végre, marad a 40. 100 pont. Tehát ez Szózának állám, hogy 3-1-ről legyen 3-3. Ezt nagyon elengedte ez már. El, bizony. Kapaszkodik még a végén, de nem hiszem, hogy elég lesz. Dupla 10. Megem. Jött is bizony. 3-3. Hát araszolnak. Kár ezért az előnyért, azt kell, hogy mondjam. Megem. Volt 21, 20 nyilas, 18 nyilas. Igaz is haláta. 18, 13, 11, 21, 20, 14. Most jöhet megint egy. Hát, ha így dobrázva, akkor meg lehet a break. Száz pont. Ludas Matyi csapata. Jó. Szép, nagyon szép, 121. De így is az átlaga, csak alig 85 fölött van valamivel. Szózája is kevesebb, majdnem egy tízessel, mint amit, igen, általában szokott dobni. Alulról nézik a 90-es számot, tehát az átlagok. Csak 58, nincs kedve mosolyogni. Hát igen, így ez megint most elmehet ám. Megbizony. 140. 68-ig tud lejönni ezzel José de Souza. Lehet, hogy nyer zsinórban 3 leget, és faképnél hagyja. Hát elképzelhető. Rasmát. 137. 51 maradt. 16, dupla 16. Nem. Na most Rasmának össze kell magát szednie. És dupla 16. Még nincs mindig ben. Dupla 16. Húha. Na, nagyon mennyire? Nem találja a helyét. Nem. Most viszont ott van. Megtalálta végül. Pedig nem volt most ez benne a pakliban, hogy megcsinálja. És vezet megint. Egy fura rapszódikus mérkőzés. Nem valami magas színvonallal.
kiszállózások is eléggé szolidak, 33,3 Szózánál, most éppen 44% Rázmánál, az már nem rossz. 9-ből 4. Szózának eddig 40 volt a legmagasabb kiszállója. Egy, azaz egy darab 180-as eddig Szózától. 99. Mama lekapcsolta az internetet. Kisfolyán jött dárcot nézni. 180! Néha azért beesik egy. Ez éppen a második jelen pillanatban. Igen, igen. Mind a kettőt a portugál hajította. Tripla egy! Húha, kezd megrogyni, Razma. Ez egy második számú kiemeltől elvárható, hogy néha dobjon 180-at. Igen, nem igen. Kéne, hogy elkeserítse az ellenfelet. Igen, Szóza sincs csúcsformában, igen, finoman szólva. Tehát... Na és ez most? 140. Legalább kiszálló. Egy tripla jön. Igen. 92. Nem jön a tripla 19. 100 pont marad. Na nézzük akkor Szózát 74-ről. 20, dupla 20. Az. A folytatás. Triplára akart menni, ugye? Igen. Ujj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 j
De hát ez nem az a játék most. Na, tripla húz, dupla húz. Kimondani könnyű, végrehajtani nehéz. De kiemelte a dupla húszra. Csak 40, így marad a 60. Dupla húsz De Souza. Az újbóli egyenlítésre. Ugye 1-3-ról már egyszer visszajött De Souza. Dupla 10. Az viszont megvan. 4-4. Aha. Csisznált elnöknek akarják. Most... Vagy sőt, Dömbódét is. Most kérdés, hogy milyen elnöknek, ugye? A helyi dártszövetség elnökének, vagy köztársasági elnök, egy bármi másnak. Száz pont a kezdés. Talán egy kicsit jobban indul meg José de Souza. Csizi játsz egyébként a mai délután utolsó mérkőzését Claytonnal. Tervek szerint olyan 4:30 után valamikor kezdődik az a mérkőzés. 60 csak. Csak 60. Kis reklám. Hol leanyó és az unokája? 100 pont a dobás. Hét mindössze. Na, hát végre kettő tripla is jött a lett úriembertől. Na, kiszálló is van. Most jön a tripla 19. Az viszont igen. 85-nél egy tripla 15 nem ártana. 70 pont maradt. 94.
Uha, most azért mély hullámvölgyben van, de Souza, ez el lehet, elmehet ám a mérkőzés. 45, bizony, bizony. Nincs kiszállón. Oda néz. Meglepheti őt Razma. Még mindig. 20 vagy 12? 20. Dupla 16 a maradék akkor. Nincs benne, de vissza, simán vissza fog térni arra a 32-re, 179 az egetverő magasság jelen pillanatban. Nagyon jó. Nagyon szépen kerek így 70-re, 40-re, bocsánat. Ó, de hát ez a, szerintem a veszett fejsze nyele, amit most éppen markol. Tessék, 5-4. 5-4, és ő nyithat a győzelemért. Viszont a mérkőzésnek a karakterisztikája azt mutatja, hogy nem nyert nagyon az, aki kezdett. Hát igen, igen. Szinte csak bréklegek voltak idáig. Bizony. Most jön a tripla 19. Kettő is. Miért áll ki? Így is nagyon jó kör. Igen. 134. Ez elég lehet Razmának. Két nagyon határozott szektorközepes dobás után miért kell kiállni? Easy one. 81 de Souzának a kiesés határán megint van a portugál. Jön, nézd, megint jön a tripla 19-2. Na most nem áll ki. 171! A mindenit! Hát ezt kellett volna az előbb is csinálni, kérem. Lehet, hogy meghallotta, amit lehet, mondasz, Laci. Lehet. És nem állt ki. Külön viszont, köszönöm. Ha, de Souza így folytatja, akkor neki ki kell állni a mezőnyből. Kész, vége. Bizony. 100-as. Bajban van de Souza. Razma két jó körrel befejezheti a meccset. Nyugodtan rá, mert még egyszer ugyanilyen körre. Most nem. Most nem. Ott se. 50. Ott se. Egy kicsit felhozhatja magára de Souzát. Egy 180-na pont utoléri az ellenfelét de Souza. 180 már nem lesz, de 140 sem. 100 pont csak. Na nézzük 140-ről. Ott sem jön a tripla. Ott igen, 40-re tolja le. Lesz három meccsnyila Madár Srazmának. Egy tripla ott van. Második már alatta. Ó, 81. 139 hát, a maradék. Lassan megbarátkozhat a gondolattal, de Souza, hogy gratulálnia kell. Bizony. Dupla 20. Az M betűbe. Dupla az alá. 10. És jó! Megoldotta újabb meglepetés! Heibrechts után, de Souzát is legyőzi. A második helyen kiemelt Souzát. Nagyon szép győzelem. A vége tehát 6-4. Razma tovább jut a legjobb 16 közé. Szünet, és utána jövünk egy Kalen-Plaisier mérkőzéssel.